Köszöntöm Önöket a Szolnok Televízió agrárgazdasági magazinjában. Áttekintjük az idei aratás eredményeit, és szó lesz arról is, hogy a betakarított búzából milyen minőségű lisztet készíthetnek a következő évben a molnárok. A napraforgó betakarítás már javában zajlik, végleges termés eredményeket még nem, de közelítő becsléseket már lehet mondani. Meg is tesszük. Elérkezett a szüret ideje is, rendhagyó módon a budafoki tangazdaság munkáján keresztül mutatjuk meg a szülészeti és borászati munkálatokat. Mindenek előtt azonban pillancsunk vissza a nyárra. A jászkunsági gabonatermesztők egyik szeme sír, a másik nevet. Rendkívül aszályos tavasz volt, jelentős terméskiesést okozva. Ennek ellenére a betakarított gabona minősége jónak mondható. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara legfrissebb kimutatása szerint az ország 1 millió 600 ezer hektár vetés területéről 7 millió 200 ezer tonna termés került a magtárakba. Megyénkben pedig csaknem 419 ezer tonna őszi búzát takarítottak be a gazdák. Jászlajkun Szolnok megyében az idei gabonatermés a több éves átlagnál kb. 10%-kal lett alacsonyabb. Ennek számos oka van, de annak ellenére, hogy 4,5 tonna lett a termés átlag, az 5,2 tonnával szemben, a szélsőségek sokkal nagyobb igényt bevették a növényeket, mint ahogy azt gondoltuk. Tehát jól állták a sarat a növények, a gazdák, a technológiák, meg hát egyáltalán betakarítás. Tehát összességében a gabonatermesztés a nehézségek ellenére egy relatív jó eredményt hozott, gyakorlatilag egy fél tonnával lett kevesebb. Ezeknek a gabonáknak a minősége a vártnál jobb. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban a megtermelt gabona minősége egyrészt a takarmánybúza aránya kevesebb, mint az átlag, a Európai Unió, az EU búza szempontjából nurván egyharmada, és a további egyharmada pedig kiváló minőségű, javító minőségű búza, így a jelenlegi gabonárak, ami meghatározó a jövőt illetően, 5500 forint per mázsa, de vannak olyan kilátások, hogy meghaladja 6000 forintot, tehát 60000 forint per tonnát. Ez nyilvánvalóan egyrészt annak köszönhető, hogy nálunk a minőség kiváló, másrészt a vásárlóknál a termés sokkal kisebb, mint azt ők várták, tehát az export lehetőségeink ezáltal bővültek. A mennyiség ugye megvan 2,3 millió tonna országos, nálunk egy 1,5 millió tonna termet, ennek egy része akkor exportra kerül, és az export árak kedvezőek a gazdák számára. Az, hogy Németországban, Franciaországban és a skandináv országokban, sőt, még az Egyesült Államokban sem termett annyi kenyérgabona, mint amennyire nekik szükségük van, hiszen Németország konkrétan behozatalra szorul. Ez fölverte az európai tőzsdei árakat. Ez meglátszik-e a hazai átvételi árakon? Tehát a gazdák a zsebükön érzik-e azt, hogy a piacon most sokkal nagyobb a kereslet a búza iránt, mint szokásos? Az induló ár az már mutatta, hogy nem alacsonyabb, mint az elmúlt esztendőben volt az ára a gabonának, és kilátásba helyeződött az, hogy ez az ár növekedni fog. Az a gazdatársam, aki kitartóan tudott tárolni, illetve tudja tovább tárolni a gabonáját, ott az 5000 forint, tehát 50000 per tonna árat is meghaladja, tehát ez már egy olyan ár, ami minimálisan a fedezett összeget biztosítja. Ami pedig e fölött van, az átlagár fölött van, a jó minőségű gabona következtében, ez egy kedvező helyzetet teremt, hiszen évek óta erre vártunk, hogy egy ilyen áron tudjunk gabonát értékesíteni. Ez egy fontos szempont, de mindenképpen kiemelném azt a gondolatot, illetve azt a szakmai szempontot, hogy ezek a gabonák, amelyeket Magyarországon termesztünk, több mint 90%-ban, ezek a magyar rökhöz kötött fajták. Tehát itt lettek kinevesítve, ezek a gabonafélék mennyiségbe, minőségbe versenyképesek, tehát nem génszerkesztett, meg nem ilyen különböző módszerekkel befolyásolt gabona, hanem az itteni hagyományoknak megfelelő, az itteni kutatóintézetek által előállított gabonafajták rökhöz kötötten megfelelő ellenálló képességgel,
és termesztési lehetőséggel bíró fajták bizonyítottak egyértelműen, hogy ez a út, ez az irány, ez az arány, ez helyes. A sok vihart, számos tulajdonosváltást és válsághelyzetet megért törökszentmiklósi malom helyzete stabilizálódni látszik. A cég 2014-ben szakmai befektető tulajdonába került, azóta a termelés folyamatos, a piacok kiépültek. A malomban évente 70 ezer tonna különböző malomipari terméket állítanak elő. Az idei betakarítású gabona őrlése már megkezdődött. A cégnél jelenleg 1 milliárd forintos korszerűsítés is zajlik, amelynek egyik hozadéka lesz a Törökszentmiklóson előállított termékkínálat bővítése. Egyebek mellett erről is szót váltottam a Malom ügyvezető igazgatójával. Magasos tartalmú gabonatermékek iránt egyrészt nő a kereslet, másrészt viszont a központi egészségügyi programban is kiemelt helyen szerepel, hiszen egészséges élelmiszer eljuttatása a célja a kormányzatnak. Nem véletlenül kiemelt nemzetgazdasági ágazat az agrárium, a minőségi élelmiszer termelése. Ön hogy látja hosszú évtizedes tapasztalatával, az idei termés, az szolgálja ezeket a célokat? Nagyon vegyes a kép Magyarországon. Mi helyzetünk, itt lokális helyzetünk, hozzátéve, hogy egy malomipar egy ekkora kapacitással, mondjuk egy évi 70 ezer tonna gabona megőrlésével egy ilyen 100 kilométeres körzetből vásárolja föl az alapanyagát. Itt lévén mondjuk egy ceglédi homokhátság elfogadható távolságra mondjuk hozzá tudunk jutni a úgymond homoki növényekhez, rosshoz, az ott esetben titikáléhoz is. A térségbe, valahogy elsősorban Szarvas környékére koncentrálódva a elég jelentős tönkölytermelés, a tönkölybúzatermelés folyik, tehát ilyen oldalról szerencsénk volt. Én július 15-én ránéztem a meteorológiai szolgálat 30 napos csapadék térképére, és ugye azt mutatta, hogy itt a mi térségünk, vagy ebbe a térségbe 7-8 mm esett egy 30 nap alatt. Ugyanakkor az ország peremén ez időnként a 80 és a 180 között mozgott, ami a betakarításnál az addig meglevő gabona minőségeket tönkretette. Látva ezt a térképet, vagy a térképet is nyilván összerakva a piaci információkat, mi elég intenzív felvásárlásba kezdtünk, hozzátéve, hogy ez raktárbázissal, pénzeszközökkel elő is volt készítve, tehát a döntésre már csak a végrehajtás része maradt, úgyhogy mára elmondhatom, hogy olyan 90%-ban raktárainkban van az a gabona, amit jövő aratásig meg fogunk őrölni. Milyen a liszt, ami keletkezik ebből a gabonából? Ismét azt tudom mondani, hogy a Szolnok megye és a közvetlen perifériája a termelőknek a szokásos vagy az országos átlagtól eltérő gondolkodásmódja, illetve hát szükségszerű gondolkodásmódja, hisz ugye az a ország egyik legaszályosabb vidéke, és itt arra, hogy egy 6-700 mm csapadék áll rendelkezésre egy évbe, és abból lehet kiindulni fajta megválasztáskor, vagy fajta típus megválasztáskor nem lehet elindulni. Tehát itt még a gazdák igazi malmi búzákat részesítik előnybe, tehát a fajta összetétel az országoshoz képest nekünk malmoknak kedvezőbb, és ahogy említettem, a idei kedvező időjárás ezt a fajtából, a gondos termelés technikából eredő minőséget meg is hagyta az időjárás a betakarítás végéig, tehát gyakorlatilag egy szokásos, tehát úgy mondom, hogy a tavalyi évtől talán egy kicsivel még jobb a helyzet, mert ugyanez nem mondható el az ország egyéb vidékeiről. Amikor kész lesz az új beruházás, a portfólió bővítése és a korszerűsítéssel, akkor a kapacitás mekkorára nő? Ez az összességében 320 tonna per nap kapacitás, ma körülbelül ilyen 80%-on van kihasználva.
Tehát ezt tudjuk még tolni tovább, és abba kapaszkodva, úgy, hogy a kiegészítő létesítményeket ugye korszerűsítjük, tehát gyakorlatilag automata zsákpalettázás, a egyszál emberkével fog történni mondjuk a kiszerelt árunak a raktárig való eljuttatása, tehát éppen a papírtasakot, felügyeli a gépet és a papírtasakot teszi be az adagolóba, tehát ez a gépkezelő feladata, ha egyszer a végére érünk ennek a rendszernek. Így lényegében versenyelőnyt kovácsolunk ebből a technológiai fejlesztésből, és úgy gondoljuk, hogy sikeresebben fogunk szerepelni a piacokon. Egyrészt a fajlagos költségeinknek csökkenni kell, fajlagos élő munkaerő felhasználásunknak csökkenni kell, illetve lehetőséget fog adni ez a csomagolás fejlesztés arra, hogy eljuttassuk a lakossághoz azokat az úgynevezett kis termékeket, amelyek azért egyre inkább terjednek, egyre inkább úgymond divatosakká válnak táplálkozási szempontból, úgy, mint rozslisztek, teljes kiörlésű lisztek, tönköly lisztek, graham liszt. Ezeket a termékeket most még csak a sütő- és élelmiszeripar számára alkalmas csomagolásban juttatják ki a piacra. A beruházás egyik hozadéka lesz az, hogy a boltok polcain egy-két éven belül már a házi asszonyok is megtalálják a Törökszent Miklóson készült kiváló termékeket. Az idei extrém időjárás miatt a Nemzeti Agrárkamara becslése szerint a megtermett hagyma mennyiség az országnak csak januárig lesz elég. Ráadásul a kedvezőtlen időjárás miatt az Európai Unióban is jelentősen csökkentek a hozamok. A magyarok fejenként évente átlagosan 9 kg vöröshagymát és szűk 1 kg fokhagymát fogyasztanak el. A magyar földeken vöröshagymából átlagosan 65-70 ezer, fokhagymából pedig évente 6-8 ezer tonna a termés mennyiség. A vöröshagyma termőterület az elmúlt időszakban enyhén csökkent, 2018-ban közel 1500 hektáron termesztettek vöröshagymát. A fokhagyma termőterülete enyhén emelkedett, mintegy 1100 hektár. A fő vöröshagyma termőterületek Békés, Csongrád, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye. A fokhagyma termőterületek 85%-a Csongrád megyében található. Ma már a vásárlók a vöröshagymát egész évben friss termékként fogyasztják, ezért jelentős az import mennyisége is. A hagymaexport nem jelentős, vöröshagymából mindössze 1000-2000 tonna kerül külföldre, ezzel szemben 20 ezer tonna az import. A fokhagyma import elsősorban holland és német kereskedőkön keresztül érkező kínai áru, évente 1000-1400 tonna. A napraforgó betakarítása is zajlik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feltérképezte a terméskilátásokat, és az előzetes adatok azt mutatják, hogy a szokatlan csapadékeloszlás bizony egyik legjelentősebb olajnövényünk hozamát is visszavetette. A Jászkunságban idén 80 ezer hektáron vetettek napraforgót a gazdák. A júliusi kilátástól eltérően sajnos egy 10-20% közötti csökkenést tapasztalható a betakarítás kapcsán, hiszen már belevágtuk a kaszát, tudjuk. Annyit tudok ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a megye átlaga, az a sok éves átlagnak megfelelően kb. 2,7-2,8 tonna per hektár. Minőségre viszont itt is elmondhatom, hogy a napraforgó minősége, egészségi állapota, olajtartalma, felhasználhatósága, az meghaladja messze menően az elmúlt évek minőségét, és hogyha úgy nézem, akkor egy egységi területre lehozott olajtermés, az lényegesen jobb minőségű, jobban felhasználható, stabilabb, mint az elmúlt esztendőben voltak. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy igaz, hogy kevesebb terem, mint amennyit vártunk, de a minősége pótolja azt a kiesést, ugyanúgy, mint a gabonánál, ami tulajdonképpen a beltartalmi értékét jelenti és a használhatóságát. Így a magyar napraforgó iránti kereslet, bízok benne, hogy növekedni fog, az ára úgy szintén növekedni fog, hiszen a fedezeti mennyiség, a fedezeti összeg az a 2,7-2,8 tonna per hektár, tehát ha valamivel több terem vagy jobb minőségben tudjuk
értékesíteni, vagy több pénzért tudjuk értékesíteni, akkor ez egy kedvező hektáronkénti jövedelmet, illetve árbevételt fog jelenteni. A megyében hány hektáron termelnek a gazdák napraforgót? A megyében a napraforgó termesztés 50 és 60 ezer hektár között van. Ebben az esztendőben sajnos az is probléma volt, hogy a korai időszakban nem tudtuk elvetni körülbelül egy negyedét a napraforgónak, az már betakarítás alatt van. A további napraforgók kétszeresek, tehát kétszer keltek ki, kikelt a optimális körülmények közé, került mag, később a csapadék hatására kelt ki a többi. Ez azt jelenti, hogy ez szeptember végi aratást fog jelenteni, illetve még azt is meghaladja, tehát áthúzódik a betakarítás október elejére. Ez a minőséget, mennyiséget különösebben nem befolyásolja. Reméljük, hogy az időjárási feltételek jók lesznek. El tudom azt mondani, hogy a megyében a műszaki háttér az magas színvonalú, hiszen minden olyan növényünk, amit kombányokkal takarítunk be, az megfelelő műszaki hátteret lát el, és így ennek megfelelően bízunk abba, hogy időben be tudjuk takarítani a napraforgót is, illetve hát emellett egy főnövényünk a kukorica is, ami szintén jelentős tényező. Sajnos ott is a szájkár az már jelentkezik, talán jobban, mint a napraforgó esetében. A tavaszi aszály vetette vissza talán leginkább a gabona termést, a napraforgónál pedig a vetés idejét tolta ki? Igen, mert a vetés időben, amit korán el tudtunk vetni néhány százalékot, tehát 15-20 százalékot, ott ugye kikelt a téli nyersességgel a növény, de ahova később tudtak rámenni talajra, ott meg kellett várni a csapadékot. A csapadék később érkezett, mert volt egy korai felmelegedő szakasz, és ugye száraz volt a talajállapot, amikor megjött a megyébe az a 30-35 mm csapadék, azzal szépen kikelt, és az lesz a szeptemberi betakarításnak a területe. Ilyen szempontból ez egy optimizmus jelent a gazdák részéről, hiszen bíztak abban, hogy amikor vetnek, hiába van száraz idő, akkor várhatóan a májusi csapadék ezt pótolja, mint ahogy így is történt, mert a mezőgazdaságban mindig úgy van, hogy újra kell vetni akkor is, hogyha nincs sikerélményünk, mert az időszak szempontjából valamikor ráfordulhat az idő, mert amit az idő tud adni, el is tudja venni, de amit elvesz, azt tudja pótolni. Szüretelnek a szőlős gazdák, a borászok pedig már az új bor előkészítésén dolgoznak. A látóhatás tábja a budafoki Sós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tangazdaságában járt, ahol nem csak az intézményben folyó szakmai képzésekkel és az egyedülálló gyakorlati oktatással ismerkedett, hanem szó volt arról is, hogy az idei szőlőtermésből milyen borok kerülnek majd a tartályokba, és onnan a boltok polcaira, végül pedig az asztalunkra. A termés az elég jó, minden sokkal korábbra van, ezt már több borászati cég is jelezte, sőt, hát van, ahol már kész borok vannak, még olyan is, ami nem egy korai érésű szőlő. Jó cukorfokokat tapasztalunk, hát azért is nézzük ezt a próbaszületet most, hogy ezt igazolni tudjuk, és ugye fontos a sav, mert hogyha nincs kellő sav a szőlőbe, akkor az nem lesz egy gerinces a bor, pláne egy rozéról, hogyha beszélünk, ugye három dolog tartja el a bort, az alkohol, a sav meg a kén, hát hogyha nem szeretnénk fejfájást, kevesebb ként, akkor legyen egy egészséges sava ennek a bornak. Hogyha ez harmóniába tudjuk hozni, akkor azt hiszem, hogy jó bort tudunk készíteni. Aminek az is bizonyítéka, hogy minden évben, amikor a Budafoki Borfesztivál megnyílik, ugye van egy fesztivál bora, illetve a fesztivált megelőzi egy borverseny. És ebben az évben a mi borunk lett a fehér bor kategóriában 2018 Budafok városbora. A palackozásig azonban hosszú az út, először szüretelni kell. A budafoki iskolában több mint 110 éve folyik szőlészborász szakképzés. Az ország több ismert borásza tanulta az első szakmai lépéseket az intézmény falai között és a tangazdaságban. A jelen tanulói között is biztosan vannak néhányan, akik idővel szakmájuk avatott és elismert művelői lesznek. Azért választottam ezt a szakmát, mert nagy jövőt látok ebbe a borászatba, és hogy ez az alkotásnak az öröme, ezt megláttam, és elragadott ez a szakma. Hol ismerkedtél meg ezzel? Van valami családi kötődés esetleg? Igen, apukám pálinkamester, és ahogy ő mesélt a pálinka készítésről, ezáltal nekem is megtetszett.
és én végül a borászatot választottam. Beváltotta olyan reményeidet az iskola? Tehát azt kapod-e, amit szeretnél? Nagyjából igen. Örülök, hogy ilyen nagy tangazdaságunk van, sokféle szőlővel, és hogy ilyen jó az oktatás, tényleg sok mindent meg tudok ebből tanulni. Térjünk vissza a gyakorlati órára, amelyen első lépésként a diákok leszették a szőlőt, jelen esetben kék frankost szüreteltek, amelyből rozé érlelődik majd. Ezután pedig elkezdődött a munka a présházban. Leszettük a szőlőt, megmértük. Tudjuk most már, hogy egy tőkén kb. 3,6 kg szőlőtermésünk van. Így fogjuk látni az egész táblában, mennyi a termés. Ezt a szőlőt most feldolgozzuk, berakjuk ide a hátam mögött lévő berendezésbe, ez egy zúzó-bugyózó, ez jó hangos lesz majd. Lepofozzuk tulajdonképpen a szőlő kocsájról a szemeket. Ezek bekerülnek két gumihenger közé, amik összezúzzák, így feltárjuk azt a lét, amiből már megkapjuk a színmustot. Ezt a préselhető anyagot, amit úgy hívunk, hogy cefre, ezt berakjuk itt a mellettem lévő vizes présbe, és utána a kipréselt mustot meg fogjuk mérni, hogy mennyi a must foka, tehát mennyi a cukortartalma, és mennyi a titrálható savtartalma. Mert ez egy értékmérő nálunk, hogy milyen lesz az ebből készítendő bor. És azt is megmutatja ez a bizonyos arányszám, vagy mérőszám, hogy milyen borász technológiára lesz majd szükség menet közben? Igen, hát végül is minden tudomány most már számszakilag kifejezhető, és mi is azon vagyunk, hogy a legegyszerűbb dolgokat számszakilag meg tudjuk tanítani a gyerekeknek, hogy tudjon tervezni matematikailag, bár ez nem mindig jó, mert hogyha nem olyan minőségű a szőlő, lehet, hogy ezt a szép arányszámot hozza. Ha alacsony a sava és alacsony a cukra, akkor belefér, és azt mondjuk, hogy jé, hát ez a must, ez harmonikus, közben ugyanúgy emelni kell majd esetleg a savtartalmát, a cukortartalmát, tehát valami beavatkozást igényel. Ha minden optimális, akkor utána tudjuk, hogy mennyi ideig kell majd esetleg ezt a rozét héjonáztatni, ezt a kék szőlőt, hogy szép rozét kapjunk belőle, és utána viszont egy reduktív technológiával, egy irányított erjesztéssel, egy gyors lefolyású, tiszta erjedéssel, hogy tudjuk kezelni. De ezt a mustot persze előtte még, hogyha megvizsgáltuk, leszületeltük, szükséges, akkor kezeljük, megkapja azokat a kémiai kezeléseket, akár egy kénezést, akár egy enzimkezelést, hogy ebből egy jó minőségű alapanyag legyen, hogy abból egy jó bort tudjunk készíteni. A tanári magyarázat után ismét gyakorlat. A berendezések beállítását, a műszerek előkészítését, a gépek kezelését szakmai felügyelet mellett, de önállóan látják el a tanulók. Jó! Marcikám, menjen a gép mögé, legyen szíves! Szépen úgy, ahogy tegnap csinálták, lassan, nem kell kapkodni, jó? Nem szeretném, ha a láda belemenne. Ha a levél valamit lát, akkor még most kiszed inkább, és akkor beleborítják a ládát, jó? Most a feladat a következő lesz, hogy akkor ebbe a hidroprésbe az elkészült cefrét, legyenek szívesek, merjék bele, közelebb húzom. Ugye a vödör maradjon itt, mert már itt fog folyni a must. Jó, két oldalról, tessék elkezdeni berakni. Benne van ugye ez a ballon. A vezetékes víznyomást ráeresztem, hogy szép lassan kipréseljük. Közben legyen szíves figyelni, hogy mennyi must távozik. De ugye mi van most a ballonban? Micsoda? A ballonban, ami fel fogunk fújni. Mi van benne? Levegő. Vizet eresztek bele, valahol levegőnek ki kell jönni, úgyhogy nyitva hagyom a légtelenítő szelepet. Ellenőrzöm a csapokat, szép lassan, fokozatosan megnyitom a vizet. Az iskolában komplex képzést kapnak tehát a tanulók, akiket minden tekintetben felkészítenek arra, hogy friss oklevelükkel a kezükben már teljes értékű tagjai lehessenek bármely borászatnak vagy szőlészetnek. A mi tanulóink meg kell tanulják a szőlőtermesztést, meg kell tanulják a szőlőnek ez egész vegetációját, mikor, milyen fázisban, hogyan kell növényvédelmi talajmunkákat végezni. Ha növényvédelem kerül sorra, akkor ne felejtsük el, azonnal ott van a környezetvédelem, hiszen nem lehet csak eldobni ezeket a csomagolóanyagokat, nem mindegy, hogy milyen koncentrátumba végezzük a növényvédelmet, hiszen ez valahol bekerül a talajba. Ha tovább megyünk, akkor jön a szüret, tehát egy logisztikai szervezési feladat van. Majd jön a szőlőfeldolgozása, amely egy nagyon komoly szakmai kihívás, és hogyha valaki a szüretet
illetve az erjesztés elszúrja, akkor sajnos egy évig kell azt a nem biztos, hogy a legtökéletesebb bort neki kóstolgatni, és hogyha így nézzük, a szőlésznek, borásznak, valljuk meg, egy évben egyszer van alkalma arra, hogy alkosson, utána meg kell várni a következő szeptembert, hogy ismét valami minőségi terméket tudjon előállítani. Ha tovább megyek, ezt a bort értékesíteni kell, tehát a vendéglátási alapismeretekkel is tisztába kell lenni, tudni kell számolni, hiszen nagyon fontos, hogy egy kiló szőlőt mennyire állítom elő, hogyan dolgozom fel, mennyiért tudom értékesíteni, hova értékesítem, tehát a nagyon fontos, jön egy újabb lépés a marketing, a bornak az értékesítése, csatornájának a megismerése, és akkor nem beszéltünk a levezető fázisokról, hiszen ezt a bort le kell palackozni, valamilyen formában agyusztálni kell, valami elképzelést kell a palackon megjeleníteni, hiszen a vevő a címkén keresztül választ. És az egész keretbe fonja az, hogy ha én borturizmussal foglalkozok, akkor a kertészettel is ismerettséget kell kötnöm, hiszen nem mindegy, hogy az a vendég, aki kijön oda és szeretné jól érezni magát, milyen környezetben, milyen ápolt környezetben jelenik meg. Tehát a tanulónak ismerni kell a legfontosabb dísznövényeket, azoknak az ápolási technológiáit, és egyáltalán egy higiéniai szemléletet kell mindenféleképpen minden területen betartania, és az élelmiszeripar egy nagyon fontos terület a higiénia, és hát a vendéglátásnál nem is kell hangsúlyoznom. Ha felkeltette az érdeklődésüket a budafoki Sós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában folyó képzés, akkor kísérjék figyelemmel a Szolnok Televízió műsorát szeptember 24-én kora este is. Bemutató kisfilmünket hírműsorunk előtt 18 óra 25 perctől láthatják. A Szolnok Televízió mezőgazdasági magazin műsorának szeptemberi kiadását látták. A látóhatárodását a televízió honlapján is megtekinthetik, valamint követhetik szerkesztőségünk YouTube csatornáján és a Facebookon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra októberben! Kiemelt szakmai partnerünk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Agrárkamara. Közreműködő partnerünk az Agravé Kft. Határtalan lehetőségek a határban, a gazdák szolgálatában. Drónos gépi permetezők elérhető áron. Minőség, gazdaságosság, magas hozam. Győzze le hatékonyan a kártevőket, előzze meg velünk a konkurenciát a jövő század technológiájával. Hívjon bennünket akár most a részletekért. Agrovei, a jövő.